egyedi irodaközpont, vagy kreatív sziget, esetleg a kortárs magyar építészet skanzenje. Ezt a skanzenes hasonlatot egyébként már többször használtam, és nem teljesen fedi a valóságot, mert ahova most megyünk, az elsősorban olyan, mint egy dinamikus organizmus, egyáltalán nem egy halott formatár, nem valami építészeti esztétikum, hanem kőkemény üzlet is. 22 éves a Graphisoft Park. szeptember 1998, ekkor kezdte meg a működését a Graphisoft Park, ez a különleges irodapark az egykori óbudai gázgyár területén. Eredetileg nem is ide tervezték, hanem a Lágymányosi, akkor már álló egyetemi épületek mellé, akkor még gondolatban sem létezett az infopark, de aztán végül is ide került, és azt sem gondolták, amikor nagymerészen elképzelték ezt az egészet, hogy egyszer majd ötször akkora lesz, mint az eredeti elképzelés. 22 év, pillanatnyilag több mint 20 épület, 60 cég, 16 hektáron. A helyszín végül az egykori óbudai gázgyár területe lett, valahol a hajógyári sziget északi csúcsa és a mai Osan között, ahol 1913-ra Budapest első nagy teljesítményű gáztermelő üzeme épült fel. Aztán persze elfeledett egy fertájlet, úgynevezett rozsdaövezet, terveztek ide valaha még óriás Gullivert, amiben csodák palotája is lett volna, de végül a világhírt szerzett Archicad tervező szoftver kifejlesztője, Bojár Gábor és cége, a Graphisoft, eredetileg magának kezdte el építeni a parkot. Az első épületet már lebontották, szerény raktár és irodaépület volt egy kis zöld domba összeszerkesztve, majd jött a névadó székhelye 1998-ban. Az alapítók is azt kérték az első épületet jegyző Cságoli Ferenctől, hogy ne a világcég Graphisoft nagyságát jelenítse meg, hanem inkább a dolgozók igényeit, jólétét tartsa szem előtt. Az elkészült újabb épületek azóta sem nőnek egyébként a park fái fölé, a gépkocsik a föld alá kerültek, és a felszínen is elsősorban a zöld, a park dominál. A Graphisoft Park avval a szemlélettel épült, hogyha egy fiatal tehetség ide állásinterjúra jön, beleszeressen a helybe, és ha egy fejvadász később egy jobb ajánlattal keresné meg, ne akarjon innen elmenni. Ezt maga Bojár Gábor, a Graphisoft Park alapítója mondta az alapítás 20. évfordulóján. És a park valóban park, nyugodt, ligetes környezet, aztán ott a Duna. A gondosan őrzött imázs nyilván megválogatta a későbbi bérlőket, és egyben vissza is hatott rájuk, hiszen egy ilyen munkahely a tudásipar munkaerőpiacán is versenyelőny lehet. Tehát inkább valami skandináv egyetemi kampusz, mint skanzen. Nyugalmat árasztó, funkcionalista egyszerűség, sok zöld, nagy ablakfelületek. Park történetében természetesen a stílusok is változtak, hiszen a kezdő téglaarchitektúra, ami egyébként nyilvánvalóan közvetlen köszönő viszonyban van a gázgyárnak a régi épületeivel, például a mögöttünk levő toronnyal is, ez meg egy ilyen klasszikus irodafölépítést követ, tehát központi folyosó és abból nyíló szobák, de aztán, ahogy változtak a bérlői igények, változtak például az irodaterek is, és egyre nagyobb lett a park, és egyre nagyobbak lettek a bérlők is, és a bérlők számára épülő épületek. Az IT szektor mellett megjelent például a biotechnológia és a gyógyszeripari cégek is. A park akkor már megtehette, hogy tudatosan vonzza ide a nemzetközi óriás cégek magyarországi leányvállalatait. Például akkor költözött ide, mármint a második helyére ide, a Microsoft is, a szoftver óriás, hiszen ő egyébként a Graphisoft Park alapítói között volt.
Az irodapark 2006-ban bővült még egy nagyot, akkor került ide az SAP, a német SAP, ami mára Magyarországon az egyik legnagyobb üzleti szoftverfejlesztő, illetve vállalatszervező központtá vált. Hoffenheim szurkolók, figyelem, ők az alapítók, ami több épülettel már a park legnagyobb bérlője is lett. 2014 óta aztán két nemzetközi egyetem is a Graphisoft padba került, az IBS és a Bojár Gábor alapította AIT. Ez különül el talán legjobban a park északi részén, utóbbi angol nyelvű továbbképző egyetem, ahol Rubik Ernő ugyanúgy oktat, mint a hálózatkutató Barabási Albert László. Ha viszont újra dél felé fordulunk, ott újabb kollégiumi és más épületek állnak, és szimbolikusan vagy nem, a park új fogadóépülete egyben vizuális referencia is a Graphisoft Park neon felirattal. De van itt szobra Steve Jobsnak is, amit 2011-ben készített Tóth Ernő szobrászművész. Természetesen a szokásos Farmer Garbo összeállításban láthatjuk, kezében egy iPhone-nal, és természetesen a hely ennél fogva egy selfie pont is lett itt a parkban. 1998 elég régen volt, azóta nagyon sok minden történt itt. Többek között a Graphisoft Park akkor indult, amikor egy másik hasonlóan erős magyar brand, a közeli Sziget Fesztivál is.